Sziasztok, kedves barátaim! Rég nem válaszoltam, nem reagáltam a kommentekre. Én nagyon hálás vagyok, köszönöm szépen, hogy írtok kommenteket. Mindig megnézem, mindig meg elolvasom. És most volt egy jó komment, ahol László azt írja, amikor a védákról beszéltem, hogy mik a védák, honnan származnak, és akkor László egy fontos dolgot említette. Azt mondta, hogy igazából ti csak egy kasztrendszert elfogadjátok, és akkor próbáltok háborút meg lekicsinyíteni, alacsonyítani, lenézni más népcsoportokat, ami nagyon jogos, amit ő mond. Ezért gondoltam, hogy erre mindenféleképpen szeretnék reagálni. És igen, ez egy nagy felelősség, hogyha valaki viszi tudást, védikus tudást, vagy bármilyen tudást, annak van nagy felelőssége, hogy ember tud félre érteni és félre magyarázni másoknak, adni másféle tudást, ami hamis, és embereket félre érti. De a védáknak az eredeti tiszta tudása arról van szó, hogy nem diszkriminálni kell embereket, hanem sőt, meg kell tanulni, látni saját magunkat, mint lelkek, másokat is látni, mint lelkek. Semmiképp nem szabad valakit megsérteni, vagy magánál alacsonyabbnak tartani, hanem igazi szent emberek, ők azt gondolják, hogy én igazából mindenkinek a szolgája vagyok, hogy mindenki nálam jobb, én is szeretnék jobb lenni. Szóval a védikus írások eredetibe tanítanak csak jót, és nem, semmiképpen nem engednek, hogy legyen háború, hogy most valaki jobb, valaki rosszabb. Nem, és hogyha mi megnézünk, nem csak a védikus írásokat, hogyha megnézünk keresztény írásokat, iszlám írásokat, bármilyen vallásnak írásokat, ők mindegyik egyet mond, hogy mi mindannyian Isten gyermekei vagyunk, és nekünk nem háborozni kell egymással, lelénizni egymást, bántani egymást, hanem tisztelni kell egymást, szeretni egymást, mint a Isten gyerekeket, mert akkor az Úr elégedett lesz velünk, másképpen és probléma lesz. És akkor igen, azok a feleletlen személyek, akik használják a tudást, akár bármilyen vallásnak a lelki tudását arra, hogy háború, terrorizmus, hogy valami, ez nem tiszta. Ez nem tiszta tudás, ez félre van értve, vagy ki van használva saját célukra, pénz vagy valami, és akkor ez nem szabad csinálni. Lényeg az, hogy mindenki egy lélek, ugye, és akár Bhagavad Gita is rögtön erről tanítja. Azt mondja, vigyá vináje szempane bremáni gávi hasztini, suni csajvásva pakicsa, pandita szamadársana. Azt mondja, hogy egy igazi bölcs, vigyá, vinája, a bölcs, aki tényleg lát dolgokat, ön megvalósított, ő vinája alázatos. Ez az első tulajdonság. Szóval, hogyha mi bölcsökkel találkozunk, hogy valaki guru, vagy tanító, vagy pap, vagy bölcs, első tulajdonsága ez az, hogy alázatos kell, hogy legyen. És utána ő hogyan fog látni, és hogyan fog minket tanítani? Vigye vináje szempane bremáni gávi hasztini. Azt mondja, hogyha valaki egy nagy tudós, pap, brámana, vagy egy kutyaevő ember, vagy egy elefánt, vagy egy kutya, ő mindenkibe lelket lát, mindenkit egyenlően látja, és mindenkit szeret és tiszteli. Szóval ez az eredeti tanítás minden szentírásnak, akár védikus, akár nem védikus, bármilyen más vallásnak, ez az eredeti. Meg iszlám is erről beszél, a tiszta iszlám, a keresztény, a pravoszláv, a buddhizmus és a Krisna tudat. Ezért
hogyha ti valahol halljátok tanításokat, ahol mondanak, hogy kell diszkriminálni másokat, az hamis tudás. Ahol mondanak, hogy mindenki Istennek a gyermeke, az tiszta tudás. Az jó, az hiteles, és azt lehet elfogadni. Köszönöm szépen, hogyha vannak még ezzel a témával kérdések, nagyon-nagyon nagy örömmel elolvasom, és próbálok válaszolni. Most is ugye voltam könyvet osztani, befejeztem, gyalogolok visszafele, gyorsan csináltam egy kis videót nektek. Köszönöm szépen, kérlek, iratkozzatok fel a csatornára, és tegyétek lájkokat, és majd találkozunk. Szép estét kívánok, Hare Krishna!